A kaposvári vágta döntőjében 4 lovas mérte össze tudását. Bálványos, Buzsák, Kaposvár és Baja saját előfutamaikat mindannyian megnyerték. Németh János lova, Májboly Mennydörgés már a felvezető körben is nagyon izgatott volt. A 14 éves hátas a sportágban már idős lónak számít, de gyorsasága a régi, amit meg is mutatott a közönségnek. És start, elindult a futás! A sorsolás alapján a bajaiak a külső íven kezdtek, de már az első félkör alatt felzárkoztak a második helyre. Németh János és Májboly Mennydörgés összeszokott páros. A nemzeti vágtán már kétszer is maguk mögé utasítottak mindenkit, először 2013-ban, majd 2015-ben. Baja fog győzni Németh Jánossal, Májboly Mennydörgés, Baja győztes, Baja fog a hősök terén. Ez pedig most a kaposvári döntőben is sikerült, ami azért volt fontos, mivel a tét a nemzeti vágtába való bejutás volt. Belül a verseny az azért eléggé kiélezett volt, mint ahogy szerintem látták a közönség, illetve szerintem vissza is tudják majd nézni. Még egyszer azt tudom mondani, hogy a lónak a rutinja is, és az akarása mindenképp egy maximalista ló, és mindenképp elő szeret menni, úgyhogy azért is örültem, mert most visszakapta talán a kedvét, mert estem egyet egy másik elővágtán, és onnantól kezdve a kanyarokban nagyon-nagyon visszavett a teljesítményéből, de úgy látom, hogy most visszatért a kedve, úgyhogy nagy reménységekkel indulunk a nemzeti vágtán. A vasárnap este megrendezett döntőben Mihók Orchidea bálványos képviseletében a második helyen, míg harmadikként a kaposvári Rostási Klaudia ért célba. Így Baja mellett még ők ketten szereztek indulási jogot a fővárosi megmérettetésre. A nemzeti vágtát szeptember 15-e és 17-e között tartják a Hősök terén. A szabályzat szerint, ha Németh János és lova harmadszorra is sikert arat, akkor Májboly Mennydörgés örökös bajnok lehet.